Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket Szenteste napján, amikor remélem nézik ezt a beszélgetést Berr Miklós püspök, nyugalmazott püspökkel itt a Klik TV mélyvízű műsorában. Üdvözlöm, püspök úr! Köszönöm a meghívást, és nagyon szép ünnepet kívánok Önnek. Viszont kívánom Önnek is, és a híveknek. Egy picit távolabbról indulunk, hogy milyen irányba viszi a katolikus egyházat a pápa, és mennyire követi őt a katolikus egyház? A két kérdésre próbálok külön-külön is válaszolni. Tehát ahogy én látom a pápának a tevékenységét, gondolkodását, megnyilatkozásait, ugye hát éppen most volt a napokban a 87. születésnapja, és hát ugye 10 éve már ő vezeti a katolikus egyházat. Tehát ő következetesen az első megnyilatkozásaitól kezdve a egyszerűségre, a szerénységre, vagy ahogy hát pontosan fogalmazott, a szegények egyházát és a szegény egyházat szeretné megvalósítani, ebbe az irányba szeretné vinni a mi közösségeinket. Talán még pontosabban ugye karácsony táján az együttérzésnek, a rászorulókkal, az elesettekkel való szolidaritásnak az irányába, ami hát tulajdonképpen eredetileg is a karácsonynak az üzenete. És ugye a kérdés második fele, hogy mennyire, ugye nyilván ennek van egy kis politikai éle is, amikor ezt a kérdést teszem föl, hogy mennyire követi őt a katolikus világ? Hát igen, sajnos az az érzésem, hogy nagyon sokan nem értik őt. Túl gyorsnak tartják az ő tempóját, vagy túl radikálisnak az ő gondolkodását. Én úgy látom, hogy elég erős az ő ellenzéke a katolikus egyházon belül, ami nekem nagy fájdalmat jelent, és nem értem. Ugye nem szép dolog ilyenről beszélni, vagy ilyet kérdezni, pláne karácsony szentestéjén, de mégis kérdezem, hogy beszélben látja-e a jövőben ezt az irányt, amit Ferenc meghatározott és képviselt az elmúlt 10 évben egy utódlásért folytatott harc esetén? Hát elképzelhető, hogy az ellenzéke az mindent elkövet, hogy leállítsák ezt az irányvonalat, leállítsák ezt a tempót. Hát Jóisten adjon neki egészséget, mert éppen most a napokban nyilatkozta, hogy ő nem akar lemondani, és hát már kijelölte az ő temetkezési helyét is a Santa Maria Maggiore templomban, ami hát a legnagyobb Mária templom Rómában. Hát én csak imádkozom érte, hogy Jóisten adjon neki egészséget, és segítse őt, hogy minél tovább maradhasson. De kétségtelen, hogy az utódlás kérdése az egyre többször fölmerül, és hát nem tudom, nem akarok jós lenni, de talán az utódja nem biztos, hogy ezt az irányvonalat fogja folytatni. Az Ön nagy bánatára, jól érzékelem. Egyébként hol húzódik a legnagyobb ellentét az ellenzéke Ferenc és az ellenzékek között? Mi az a markáns különbség, ami megfogalmazódik a két tábor, ha van két tábor, nyilván van? Hát talán a legmarkánsabb különbség, ahogy Ferenc pápa a papságról beszél, és hát ezt sokszor kifejezte már, hogy a klerikalizmusnak a békjóiból szeretné föl szabadítani a katolikus egyházunkat, és hát érthető, hogy
a klérus, vagyis a papság, hát ebből presztízs kérdés csinál sok esetben, és nem értik, hogy ő tényleg egy közösségi egyházban gondolkozik. Ugye ezt sokszor mondja, hogy merjünk álmodni a jövő egyházáról, ahol mindenki, aki hívő embernek tartja magát, mindenki felelős az egyház hitelességéért. Hát éppen a mindennapi magatartásban, amit megint hát hangsúlyozok, és kikerülhetetlen, hogy ami elsősorban a szolidaritás vonalán érhető tetten. Ugye az egyik oldala ennek a dolognak az, hogy nagyon erős harcot hirdetett ő az elhallgatott papi bűnökkel szemben, ugye másik oldalról pedig, ami szintén vitát vált ki, hogy nagyon toleránsan, megértően viseltetik a meleg emberek kapcsolatáról. Ebben mennyire hozott újat radikálisan Ferenc, és mennyire kell tényleg tartani attól, hogy az a fajta szolidaritás, együttérzés, és másik oldalról pedig bűnüldözés, mert nevezzük annak a pedofiliát, megreked. Mert hát biztos, így is megrekedt egy kicsit azért, azt gondolom. Tehát az biztos, hogy tehát ami a papi bűnöket illeti, tényleg szenvedélyesen beszél erről, hogy itt nincs pardon. Ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni. Ezzel a nagyon szomorú ténnyel, ami hát hiteltelenítette a papságunkat és az egyházunkat is, ezzel radikálisan szembefordul. A másik oldal az, hogy a papságnak a szerepét, ugye, hát az előbb már ugye erről beszéltünk, hogy szeretné egy kicsit csökkenteni. A másik kérdés, ugye a melegekkel szemben képviselt álláspontja. És ezt én másképp nem tudom értelmezni, mint a elesettekkel, a hátrányos helyzetűekkel, a valamiféle fogyatékkal élőkkel szemben tanúsított megértés, irgalmas lelkület, ami megint nagyon sok ember számára érthetetlen, ezt nem értik sokan. Na de hát, ha tényleg következetesen olvassuk a Bibliát, Jézus magatartását, hát ha ő tényleg megértő tud lenni a házasságtörő asszonnyal szemben, a leprásokkal való magatartása is a korabeli vallási vezetőket fölháborította, hogy állhat ő szóba egyáltalán egy általunk kiközösített emberrel. Na most én azt hiszem, hogy ami jelenkori társadalmunknak egy nagyon komoly és kikerülhetetlen problémája a melegeknek a jelenléte, és hát az a tény, hogy ők is az egyházban is szeretnének megmaradni. Tehát én is sokszor beszélgettem már ilyen emberekkel, akik hát a fájdalmukat is kifejezik, hogy ők nem tehetnek arról, hogy ilyen irányultság alakul ki belőlük, de ők is szeretnének az egyházban megmaradni. És Ferenc pápa ezt a hangot, ezt meghallotta, és keresi a megoldást, és keresi az ő elfogadásuknak, befogadásuknak a módját. Nem egy egyszerű kérdés. Jó, ahogy az előbb említette, önt is felkeresték, és nyilván nem konkrétumot kérek ilyen, hiszen a titoktartás ön számára is kötelező, még hogyha nem is gyónás formájában
mondták el önnek, hanem mert az bizalmat akarták kifejezni, de ezek szerint felkereste önt már vagy meleg pár, vagy melegek, hogy mivel bocsátja őket útra, mivel oldozza fel őket egyáltalán, ha szükség van ilyesmire? Tehát érzem azt, hogy már maga az a tény, hogy én szóba állok velük, és meghallgatom őket, és próbálom velük együtt keresni a megoldást. Ez már nagyon sokat számít. Most maga a kérdés is összetett. Tehát ugye az előbb már mondtam, hogy a legtöbbjük vívódik ezzel a élethelyzetével, és hogy hát azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy akár az orvostudomány, akár a pszichológia, hát hogy nem találjuk még a magyarázatát, hogy hogy alakul ki egy ilyen homoszexuális irányultság. De az is tény, hogy nem beszélhetünk erről úgy, mint ahogy hát sokszor a Pride kapcsán előkerül, hogy hát ez egy fiatalok számára is felkínálható lehetőség vagy életforma. Mindig óvatosan vagy beszélek és keresem a szavakat, hogy meg se bántsam ők. Ki kell mondanunk, hogy ez nem a normalitásnak az útja. És hát ezt ugye megint bibliai alapon azt mondjuk, hogy a Teremtő Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. Tehát a heteroszexualitás az a, hát akár honnan nézzük, az a természetes állapot. Ugyanakkor minden betegség, minden fogyatékosság, hát most én gondolok akár, mit tudom én, a diszlexiásokra, vagy autistákra, akik nem tehetnek róla, hogy bennük egy ilyen, hát mindenképpen egy fogyatékosság jelentkezik. Most én erről az oldalról próbálom megközelíteni a homoszexuálitosoknak a helyzetét is, hogy őket így próbáljuk elfogadni. És de nem tekinti devianciának. Nem, igen. Tehát, hogy most ugye a szavakat keressük, hogy az ő párkapcsolatukat hát nem tekinthetjük házasságnak, mert hát a házasság fogalma az más jelent. És hát abban természetesen ugye a gyermekvállalásnak a kérdése is benne van. És hát ugye egymásból adódnak ezek a kérdések, hogy most hogy tekintsük őket, joguk van-e örökbe fogadni gyereket, rájuk bízhatjuk-e a gyermeknevelést. Tehát ezek olyan kérdések, de most hadd váltsak egy nagyot, az elmúlt heteknek a komoly kérdése volt az eutanázia. És ez megint azt hiszem, hogy azért merem ezt idehozni, mert ugyanolyan súlyos kérdésnek tartom, ahol nincs egyértelmű válasz. És én nagyon örültem, amikor a közelmúltban Fabinyi püspök úr egy levelet írt éppen ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy úgy örül, hogy, és hát tulajdonképpen nagyon nagyra értékeli, hogy a homoszexuális kapcsolattól most visszatérve a eutanáziához, hogy kialakult a mai magyar társadalmunkban egy olyan kulturált beszélgetés, ahol nem egymásnak nekiesnek az emberek, hanem együtt keressük a megoldást. Én azt hiszem, hogy a melegek esetében is ide el kellene jutni, hogy ne kategórikus kijelentéseket tegyünk meg, főleg ne kirekesztő, meg elítélő megnyilatkozásokat. Ha már szóba hozta Fabinyi püspök urat és Karsai Dániel esetét, ön hogyan látja ezt az egész történetet egyébként? Az, hogyha valaki egyelőre orvosilag is megoldhatatlan probléma előtt áll,
fogalmazhatunk így is, hogy halálra van ítélve, hogy mi ilyenkor a megoldás? Hát több nyilatkozatot tettem én is ebbe a kérdésbe, és mindig egyrészt hangsúlyozom, hogy egy nagyon súlyos, komoly kérdésről van szó, ahol nem várhatjuk azt a minden esetre érvényes jogi szabályozást, amit hát kevésbé fontos kérdésekben el tudunk dönteni. Hát, hogy jobbra hajtsunk, vagy balra hajtsunk az országúton, ez egy egyszerű megoldás. És sokkal súlyosabb személyes élethelyzetekről van szó. A másik pedig, amit hozzá szoktam tenni, és azt hiszem Fabinyi püspök úr is ezt mondta, hogy minden egyes élethelyzetet külön-külön kellene megvizsgálni. És bizonyos egyedi esetekben lehet erről beszélni, hogy a gépi lélegeztetést már nem alkalmazzuk, vagy olyan terápiát, ami csak meghosszabbítaná az ő életét. Nagyon nehéz kérdés, de mondom, én is ennek örülök, hogy meghallgatjuk egymást, keresünk valami megoldást. Megint én váltok egy nagyot, püspök úr. Egy korábbi beszélgetésünkben egyszer elmesélte nekem, hogy fiatal korában volt szerelmes. Most így karácsony estén, és utána mégis a papi hivatás felé fordult. Úgy mégis ezen a karácsony estén elmondja nekem, hogy hiányzott-e az életéből a szerelem. Sokan föltették már ezt a kérdést, és hát egyrészt ezt mindig elmondtam, hogy igen, hát én is voltam szerelmes, és tetszettek a lányok. Hát ugye ebből a szempontból is különleges helyzetem volt, hogy gimnáziumban, ahol mindenkinek volt párja. 34-en érettségiztünk, 17 fiú, 17 lány. Még a tablókat is így csináltuk, hogy egy fiú, egy lány. Tehát én jól éreztem magamat, és hát mind a mai napig is tartom a kapcsolatot a osztálytársaimmal. De amikor eldöntöttem, hogy én a papi szolgálatra jelentkezem, akkor ezt úgy magamba tisztáztam, hogy ami katolikus egyházunk jelenlegi törvényei szerint, ez a nőtlenség fogadalmához van hozzá kötve. És hát most ugye karácsony előtt ezt tényleg őszintén mondom, hogy igazán sose éreztem magamat egyedül. Napokban is beszélgettem régi tanítványaimmal, akikkel a karácsonyt átéltük, pásztorjátékkal készültünk, vagy színdarabot csináltunk, és mindig körülöttem voltak a fiatalok, a családok, és hát karácsony este is vagy elmentem meglátogatni egy-egy családot, vagy pedig amíg még élt édesanyám, addig vele kettesbe voltunk karácsony este, de akkor is már készültem az évféli misére, a másnapi szolgálatra, és most is így vagyok, hogy annyi kedves ember vesz körül, nem érzem magamat egyedül. De ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez nem való mindenki. De az nem tilos, püspök úr, ugye, hogy megforduljon egy csinos nő után? Hát, ugye most már azért nem fordulok annyira csinos nők után, de azért megállapítom, hogy valaki milyen kedves, milyen szép tekintete van. Tehát észreveszem, és örülök neki, ha látom őket a családi körben, a barátaik között. Püspök úr, nagyon szép karácsonyt kívánok önnek. Én is mindenkinek, nagyon szép ünnepet. Minden jót kívánok. Viszontlátásra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.